Megtelt könyvtárosokkal a Vörös Marti Mihály könyvtár olvasóterme. Egy évben 3 továbbképzésen vehetnek részt a vármegye könyvtárosai. Most is változatos témákban tájékozódhattak a résztvevők, többek között megismerhették a szekszárdi könyvtár működését, de a szolnoki könyvtár is szerepet kapott a rendezvényen. Új könyvtár építéséhez a legritkább esetben jutunk hozzá, viszont azt mindenképpen érdemes így megmutatni a kollégáknak, hogy a meglevő tereinket hogyan tudjuk jól kihasználni, hogyan tudunk esetleg az újabb igényeknek megfelelően egy átrendezést úgy végrehajtani, hogy azt saját belső forrásból is meg tudjuk oldani. A vármegyei könyvtár évekkel ezelőtt létrehozta a Tóth György emlékérmet, amelyet minden évben az a személy vehet át, akit a leginkább érdemesnek tartanak az elismerésre. Szakonyiné Beke Marianna, a Móri Lambert Kastély Művelődési Központ könyvtár és muzeális kiállítóhely helyismereti könyvtárosa vehette át a díjat. Azért terjesztettük fel, mert hogy rengeteg olyan munkát végez, amellyel egyrészt a lokálpatriotizmust erősíti, másrészt a helyi érdekeltséget, a helyi iránt érdeklődőknek rengeteg segítséget tud nyújtani. A gyűjtő munkája során sok helyi emberrel kapcsolatba lépett, ezzel segítve a könyvtár állományának gyarapítását. A vármegyében 82 településen van könyvtár. A könyvtárosok munkáját ismerik el a könyvtár ellátási szolgáltató rendszer díjával. Most Sipos Dávid Beáta, Nádas Ladányi könyvtáros vehette át az elismerést. Nagy szerencsém az, hogy nem vagyok könyvtáros eredetileg, de viszont pedagógus vagyok, és a nagy szerencsém az a könyvtárosság, van, mint munkámban és új hivatásomban, hogy a pedagógiai attitűdömet és a személyiségemet, az empátiámat, amit szerintem az eddigiek során, az elmúlt évek során, az elmúlt évtizedek során a munkáimból és a magam attitűdjéből merítettem, ezt tudtam kamatoztatni itt a Nádasladányi könyvtárban. A szakmai továbbképzésen a könyvtárról, mint hídról, a könyvtárosokról, mint összekötőkről tartottak előadást, de szóba került az energiaválság, az intézmények nehéz helyzete is.